José Mourinho számos sikerrel büszkélkedhet, edzőként megnyert mindent, amit csak lehetett. De vajon miért döntött az edzősködés mellett? Egy sikeres edzőről azt gondolnánk, hogy játékosként is letett valamit az asztalra, viszont ez nem minden esetben van így. José Mourinho a Rio Ave csapatánál kezdte meg futballkarrierjét. Ezt annak köszönhette, hogy az édesapja ott kapott edzői állást. Sajnos egyáltalán nem volt tehetsége a futballhoz, így csupán a portugál második ligában szerepelt. Intelligens ember vagyok, tudtam, hogy nem juthatok feljebb. A másodosztály volt az én szintem. Sok évvel korábban már egyértelmű volt, hogy Mourinhót leginkább a menedzsment és az edzősködés érdekelte. Már 14 évesen játékos megfigyelő volt az édesapja mellett. Ezért 23 évesen a pályafutása végeztével úgy döntött, hogy kitanulja az edzői szakmát, hogy a futballberkein belül maradhasson. Mert ez a sport jelentett számára mindent. José Mourinho a diplomája megszerzése után először testnevelési tanárnak állt. Ezután nem sokkal már a Vitória Setúbal utánpótlásában kapott lehetőséget edzőként. Szépen lépdelt felfelé a ranglétrán, mire 1992-ben elérkezett a nagy áttörés. Bobby Robson lett a Sporting menedzsere, aki nagyon szeretett volna egy angolul beszélő helyi edzőt alkalmazni. Így esett a választása José Mourinhóra. Emiatt a tolmács becenéven vált ismerté, bár már akkor egyértelmű volt, hogy ő sokkal több annál. A következő évben követte Robsont, aki Lisszabonból Portóba, majd utána Spanyolországba szerződött, ahol a Barcelona kispadját kapta meg. Mourinho a katalán klubnál, Robson kirúgása után Louis van Gaal segítőjeként folytatta munkáját. Edzőként és motivátorként fejlődött tovább, a világ legjobb játékosaival együtt dolgozva. 2000-ben eljött az a pillanat, amire oly sokáig várt. A Benfica vezetősége felkereste őt, és vezetőedzői állást ajánlottak neki. Azonban nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan azt ő elképzelte. 11 mérkőzés után ő maga mondott fel. Hogy miért? Tulajdonosváltás történt a fővárosi klubnál, és nem értett egyet az új elnök elképzeléseivel. Így a 2001-2002-es szezonra a frissen feljutott és kieső jelölt UD Leira vezetését vette át. Egészen elképesztő módon januárra már a harmadik helyre vezényelte a csapatot. Ennek köszönhetően felfigyelt rá szezon közben az FC Porto, és megkereste a tehetséges fiatal menedzsert. Mourinho elfogadta a felkérést, és attól a naptól fogva minden megváltozott. A klub és az edző szimbiózisa hihetetlen volt. 2003-ban és 2004-ben bajnokságot nyertek. Majd eljött a nagy nap, amikor egy legenda született. José Mourinho csapatával megnyerte a Bajnokok Ligáját. Edzőként felért a csúcsra, ahova kevesen jutnak el. Abba belegondolni, hogy ő csak egy tesi tanár volt, amikor megismertem. Most pedig ő a világ egyik legjobb edzője. Egészen elképesztő. Lehet nem szeretni a portugál trénert, ugyanakkor megsüvegelendő az, amit letett az asztalra. Mindent elért, amit egy edző elérhet. A jövőben miről szeretnétek, hogy videót készítsünk? Írjátok le kommentben! Hajrá magyarok, hajrá fél idő! I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.